mozgásszervi panaszok hátterében gyakran állnak olyan néha alig észrevehető elváltozások, amelyek a gerincoszlop szabad mozgását, illetve a gerinc melletti izmok működését akadályozzák. A blokkok következtében megváltozott testtartás megbonthatja a gerincoszlop, ezáltal a teljes test egyensúlyát. A világszerte egyre népszerűbb Dorn módszer célja a blokkok oldásán és a strukturális viszonyok helyreállításán keresztül a különféle gerinc problémák rendeződésének elősegítése. Onnan indul ki ez a technika, hogy a medence legyen szimmetrikus, és hogyha a medence szimmetrikus, akkor ez a lábhoz különbségeket is megszünteti. Ugye onnan kezdődik, hogy ha a medence nincs a helyén, akkor a fölötte levő gerinc oszlop is valamiképpen görbül, vagy az sincs a helyén. Tehát a medence helyzete az tulajdonképpen kihatással van a fej helyzetére is, hiszen ez egy hosszú gerinc oszlop, ez egy cső. Régen volt ez a kis kígyó, ami nem tudom, hogy valaki emlékszik erre, ha az egyik felét megmozdítottad, akkor mozdult a másik fele. Szóval pontosan ugyanilyen a gerinc oszlopunk. A kerescsont az pedig mint egy ék beékelődik a medencecsontba, úgyhogy amivel ez a terápia foglalkozik, az főként ez. Nagyon biztonságos, és azért biztonságos, mert bár a gerinc csigolyákat manipuláljuk, ami ugye azt jelenti, hogy mozgatjuk, de azzal összhangban, hogy a páciens hogyan mozgatja a lábát, a kezét, illetve a felső testét. Tehát ahogy a páciensnek a lába mozog, úgy mozgatja a gerincoszlopát, és mi csak szépen ellentartunk az egyes csigolyáknak. Egy vizsgálat az úgy zajlik, hogy először is megnézzük álló helyzetben. Megnézzük, hogy a csípője mennyire szimmetrikus, a csípő ízület mennyire szimmetrikus. Végig nézzük, hogy hol vannak blokkok, gátak, elakadások az egyes csigolya szegmensekben, és akkor általában csak azokat kezeljük. Elmegyünk egészen lentről, a kerescsontról, utána a háti szakasz, a nyaki szakasz, és kezeljük az állkapcsot is, kezeljük a vállat, kezeljük a könyököt, a csuklót és az ujjakat is, mert hogy ez a terápia arról is szól, hogy ezeket az ízületi blokkokat, illetve a gerincmenti izmokat lazítsa föl. És akkor ezeknek a blokkoknak az oldásával nagyon könnyedén meg lehet szüntetni hátfájást, gerincfájást, bárhol a gerinc vége, derékfájást, fejfájást, mert hogy például egy fenékreesés, amikor ugye a kerescsont tulajdonképpen elmozdulhat a helyéről, az ugye kihatással van az egész gerinc tetejére, tehát ez nyilván meg fog jelenni a fej környékén is. Ott, hogy az adott idegek, amik kijönnek a csigolya testek közül, az hogyan kezdenek el feszülni, egy fenékreesés tud okozni fejfájást későbbiekben. Nagyon jól lehet használni gerincferdülés esetén is, mert hogy a gerincferdülés is sokszor lehet annak a következménye is, szóval ez nem csak az izmokról szólhat, hanem ugye a gerinc mellett kilépő idegek, azok beidegeznek szerveket. Hogyha azok a szervek bármi miatt éppen nem jól működnek, vagy valami feszültség van bennük, akkor ez a szervi feszültség az nem feltétlenül kimutatható orvosilag, de azért úgy tudja az ember, hogy valami ott nincsen rendben. Az kihatással lehet a gerincre. Tehát tulajdonképpen a gerinctől hatással lehetünk a szervekre is, tehát rendbe tud jönni a széklet. Én leginkább ezt a terápiát nőknél használom szülés utáni regenerációra, mert hogy a szülés során a kerescsont az, hát azt csinálja, hogy jön le a baba, először így csinál helyet a baba fejének, aztán pedig így, tehát a kerescsont az mozdul. És aztán az egyáltalán nem egyértelmű, hogy ez a kerescsont, az elmozdult kerescsont, az magától jön a helyére. Tehát ezzel a technikával nagyon szépen helyre lehet tenni könnyedén a kerescsonti szakaszt is, és akkor rögtön megszűnik például egy derékfájás, vagy egy kerescsonti fájdalom.